Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. Ha esetleg még nem találkoztatok volna velem, akkor sziasztok, én Cintia vagyok. És ti már a címből tudjátok, hogy ez egy haul videó lesz, de azért szeretném itt is elmondani, hogy igen, ez egy haul videó lesz, mert hogy nem bírtam ki, és a leárazásokon én is vásároltam. Igazából a vásárlásomnak konkrét célja volt, méghozzá az, hogy említettem a Vlogmas alatt az egyik videóban, hogy egyetlen egy nadrág van, ami rám jön, és semmi más, illetve egy-két pólómnál azt érzem, hogy aránytalanul hülyén áll már rajtam, úgyhogy emiatt is, de kénytelen voltam egy-két darabot beszerezni, viszont ha már egyszer ott voltam az oldalon, akkor körülnéztem, és hát igen, találtam ilyen kívánságlistás dolgokat, vagy hát olyan ruhadarabokat, amikre már régóta vágyok, úgyhogy szerintem kezdjük is el, és nézzük, hogy miket sikerült rendelnem a cropról. Magáról az oldalról, tehát a crop oldalról rendeltem, ami igazából minőségben és árérték arányban is én így nagyjából a New Yorker, vagy pedig a H&M-hez hasonlítanám. A H&M-ben is lehet olyan olcsó ruhadarabokat találni, ami így minőségben árban egyébként majdnem ugyanaz, mint a crop oldalon található, de hogyha egy kicsikét egyszerűbben szeretnék fogalmazni, akkor én ilyen New Yorker ehhez hasonlítanám. Picit magasabb árkategória, mint a Sinsay, de lehetséges, hogy nem olyan drága, mint mondjuk a H&M. Én egyébként korábban is rendeltem már róla, ahogy mondtam nektek, viszont amikor sajnos elkezdtem hízni, és hát ezáltal ugye nyilván nagyobb ruhákat hordani, akkor igazából a 42-es az nekem mondnék már kicsi volt, szóval a nagyobb méretek nem feltétlen méretarányosak, viszont az összes többi méret azt mondom, hogy ilyen L-esig vagy 40-esig az méretarányos, szóval nyugodtan tudtok rendelni, egyedül a 42-esnél van egy kis eltérés szerintem, az inkább egyenlő a 40-essel vagy az L-essel, de mindenképpen érdemes megnézni a mérettáblázatot, mindenképpen érdemes mérni az oldalnál, illetve megnézni azt is, hogy a modell hányas méretet visel, illetve hogy milyen magas. Ezek rengeteget segítenek, pláne ennél az oldalnál. Az összes többi oldalnál nem vettem észre, hogy ennyire csalóka lenne, itt igen, úgyhogy itt én is mértem és néztem és kalkuláltam, de szerencsére mindegyik jó lett, és nagyon-nagyon örülök. Egyébként már az egyik felső rajtam van, mert hogy rendeltem egy felsőt is, ami MS méretben rendeltem, és puskáznom kell, ne haragudjatok, ez 3595 forint az eredeti ára, de az összes ruhának a linkjét megtaláltok len a leírásban, mert hogy én akciósan rendeltem, viszont az akciós ár nincsen feltüntetve, ezért csak eredeti árat tudok nektek mondani. Szóval ez az első darab, amit kénytelen voltam így betűrni, mert hogy annak ellenére, hogy MS, ez baromi nagy. Tehát nem tudom, nem írta oversize-nak az oldal, de ez még amúgy nekem is egy picikét ilyen aránytalanul nagy, nem tudom, mindjárt megmutatom nektek közelebbről. Szóval így néz ki felvéve, ahogy említettem, ez egy MS méret, és azért, hogy valahogyan álljon, én most így gyorsan betűrtem, hát így azért már sokkal-sokkal jobb, meglepően hosszú, ami viszont abból a szempontból tetszik, hogy eltakarja a derekamat, és nem kell félnem amiatt, hogy kint legyen az egész hátam, mert azt egyébként nem szeretem, viszont önmagába véve így kiengedve, nem tudom, nem tetszik, annyira ez így nem tetszik, ehhez túlságosan laza az anyaga is, egy picit vékonyabb anyag, de nem átlátszó, és hogyha már így beállítottam a kamerát, amúgy itt a fejem is, sziasztok, rendeltem egy nadrágot is, igen, egy picikét van pocikám, illetve ugye most betöltem a felsőt is, úgyhogy ez az. Egy ilyen sima, egyszerű, basic, fekete, magas derekú nadrágot rendeltem. A különlegesség az, hogy van itt egy ilyen kis pántja, hogy ne csúszkáljon össze-vissza, ami így a bakancsos időszakban egyébként hasznos tud lenni, viszont én eléggé picike vagyok, úgyhogy ez nekem sokat nem segít, mert így lifeg csak a lábamon. Viszont a nadrágban nagyon-nagyon tetszik az, hogy magas a dereka, szóval ahogy láthatjátok, ez tényleg magas derekú. 40-es méretben rendeltem, de csak amiatt, mert elég széles a csipőm. Ez nálam genetika és családi örökség, és féltem, hogy a csipőmre nem lesz jó. Egyébként így utólag belegondolva, stretches az anyaga, így nem tűnik nagynak és aránytalannak, de lehetséges, hogy jobb lett volna egy 38-as, viszont így elsőre nem mertem abba belemenni, úgy voltam, hogy inkább legyen jó, inkább használom kevés ideig, aztán lefeljebb elajándékozom, ha jó állapotban van, vagy eladom, ha jó állapotban van, és akkor majd, hogyha már tényleg fixen 38-as méret leszek, akkor beruházok azokra. Egyébként a nadrág maga az 6995 forintba került,
Ezt is akciósan vettem, ez az eredeti ára. Szerintem megéri, mert ez egy basic, egyszerű, magas derekú, de tényleg nagyon-nagyon jó anyaga van, kényelmes viselet. Ennek örültem a legjobban, hogy ez jó lett egyébként. Tehát a felsőkör úgy voltam, hogy azzal még el vagyok, hogyha nagy rám vagy valami, vagy hogy a kicsi, akkor tényleg eladom, de a nadrág, az könyörgöm legyen jó, mert csak egy nadrágom van. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik egyébként. Biztos vagyok benne, hogy fogok még ebből a fajtából venni, viszont szerintem megpróbálnék egy 38-asat először, hogy az jó lehet-e rám, de akkor menjünk is tovább. A következő darabbal kapcsolatban nem vagyok biztos benne, hogy megtartsam-e vagy sem, mert igaz, hogy oversize Jackie-nek írta az oldal, és amúgy teljesen beér, sőt, picikét talán még nagy is, de nem vagyok benne biztos, hogy ez 100% az én stílusom. A férjemnek nagyon-nagyon tetszik, tehát lecsekkolt és azt mondta, hogy szerinte tartsam meg. Ezt is MS méretben rendeltem, azt hiszem ezt nem mondtam egyébként, hanem akkor elmondom még egyszer, de inkább nyomatékosítsunk, mint hogy egyszer sem mondjam el. Ennek az eredeti ára az 12.000 forint, egészen pontosan 11.995 forint, amiért én biztos meg nem vettem volna. Akciósan viszont igen, azt hiszem, ilyen nagyjából félrára volt leakciózva. Szóval ez egy Farmer Jackie, aminek a színe az ilyen koptatott szürke. Nagyon-nagyon tetszik, hogy hosszított. Tehát én nagyon régóta vadásztam egy ilyent igazándiból, a sima kék klasszikus Farmer Jackie-t akartam megrendelni, ami ugyanez a fazon, csak sima kék, viszont az nem volt akciós, és ezért is mondom, hogy nem akciósan meg nem veszem ennyiért, az fix. Nagyon-nagyon tetszik, igazándiból tényleg amiatt nem tudom eldönteni, hogy megtartsam-e vagy sem, mert ugye itt a vállánál érzem azt, hogy itt olyan kicsit olyan furácska, de végül is oversize-nak írta, és amúgy tavasszal is tök jó, kényelmesen alá lehet öltözni, fel tudok venni egy pulóvert, ha arról van szó, szóval ilyen szempontból praktikus, és nem fejeztem be az előbbi mondatomat, hogy nagyon tetszik az, hogy hosszú, mert eltakarja a fenekemet és a derekamat is. Nem kifejezetten szeretem ezeket a nagyon rövidke kis, már-már ilyen top jellegű jackiket, mert szerintem annak sok értelme nincsen. Fontos, hogy azért a derekunkat is eltakarja a kabát, és esetlegesen a fenekünket is, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy könnyű felfázni, és erre tényleg figyeljetek, mert én néha rosszul vagyok télen is, hogy persze fontos, hogy megmutassuk az outfitünket, persze fontos, hogy jól nézzünk ki, de lányok, nem minden áron kell jól kinézni. A tél az azért tél, mert hideg van, nyírkos az idő, könnyű felfázni, kérlek titeket, húzzátok fel a kabátotoknak a cipzárját, és nagyon-nagyon szépen kérünk mindenkit, hallgassatok ilyen szempontból az idősebbekre, hallgassatok ilyen szempontból a bölcsebbekre. Csizma, kérlek, halálom az, amikor meglátom a tizenéveseket, és tényleg nagyon-nagyon jó, hogy Nike Air Force-t hordotok, meg a nem tudom milyen menőbb-menőbb cipőket, meg a bokanadrág, de egyszerűen halálom az, amikor meglátom, hogy kim van a bokátok, és nagyon-nagyon sok esetben olyan szívesen rátok szólnék, hogy ember, 10 év múlva, 15 év múlva, te ott fogsz tartani, hogy anya szeretnél lenni. És ott viszont ennek komoly hátulütői lehetnek. Szóval kérek mindenkit, léci, öltözzetek fel normálisan, léci. Csak ennyit szerettem volna, kitekintés megvolt, tipikus, cinti a momentum, tanácsok a fiatalabb generációnak tőlem, innét, remélem hasznos volt, szóval nekem ez tényleg nagyon-nagyon fontos, nem tudom, picikét amúgy furán érzem benne magamat, még azért gondolkodom rajta, hogy megtartsam el, visszaküldeni szerintem már nem lesz lehetőségem, mert annál is tovább fogok gondolkodni, hanem akkor legfeljebb meg továbbadok rajta, mert ez alapból egy divatos darab, úgyhogy igen, őt is rendeltem. És hogyha már itt tartunk, akkor muszáj voltam valami kiegészítőt is beszerezni, valami újat, mert kell a vérfrissítés, nem tudom miért, és nem tudom, hogy mi történt velem, de szerintem nekem így valami kattanásom van. Időről időre vannak egyébként ilyen kattanásaim, valamikor a cipőmániám jön ki, valamikor a kabátmániám, most a táskamániám. Mert hogy az utolsó színszéholban is volt egy táska, és itt is volt, de viszont itt már nem néztem azt, hogy beleférjen a pénztárcám, nem néztem azt, hogy a telefonom beleférjen, esetleg a férjemnek a dolgai, itt arra mentem, hogy nézzen ki jól, legyen egy divatos kis darabom, és nagyon-nagyon tetszik. Ilyen félkör alakú maga a táska, amúgy meglepően nagy a belseje, mert szerintem amúgy ebbe lehet pakolni, tehát ebbe belefér a pénztárcám, a telefonom, van itt egy ilyen kis titokzseb, cipzáros az is. A cipzár az nagyon-nagyon jó minőségű, és maga ez a műbőr anyag is, ez egy vastag, tömör anyag,
ami tök jó, mert legalább meg fogja tartani a formáját, ami tudjuk, hogy ilyen esetekben az fontos. Illetve a pánc maga is egy vastag anyag, aminek a különlegessége, hogy így be van varva igazándiból, de hogy őszinte legyek, én ezt simán hordanám így kifordítva is, szerintem semmi baja nem lesz tőle. Őt egyébként már láthattátok egy Instagram képemen szerintem, azt azóta kitettem, mert amúgy tetszik az a kép, úgyhogy szerintem biztos ki fogom rakni. Nekem nagyon-nagyon tetszik önmagában ez a táska. Szerintem ilyen könnyű nyári estéken majd, amikor csak úgy elmegyünk valahova sétálni, vagy mondjuk elugrunk valahova fagyizni esetleg, vagy étterembe, arra szerintem ez tökéletes lesz. Tök jól fel tudja dobni a szettet, és amúgy nekem ilyen kis vagány feelingje van. Egy picikét nyikorog, de az nem baj, tehát majd megolajozzuk. De tényleg nagyon-nagyon tetszik, és nem tudom, hogy mondtam-e, de az eredeti ára az 5595 forint. Nem biztos, hogy kiadtam volna ennyit eredeti áron, de akciósan ez is megérte nekem. Szent meggyőződésem egyébként, hogy nekem felsőben most már elég lenne az SS is, viszont az SS-sel az lenne a problémám, ismerem magamat, hogy az viszont túlságosan passzántos lenne, amit én nem szeretek, úgyhogy maradok az MS-nél, és hát nem tudom, hogy említettem-e már valaha, de imádom a Star Wars-t. Ugye meg is mutatom mennyire. Imádom. Van kicsi Jodám, van kicsi Jodás pólóm is. Imádom. Nincsenek szavak erre. Te most itt fogsz maradni a háttérben. Pici Joda. Imádom. Egyébként ő a céljándából van. A gyerekrészlegen találtam meg, és mondtam a férjemnek, hogy egy hétig csöndben leszek, de ha kell egész évben, csak vedd meg nekem. És megvette. És imádom. Egyébként vele alszok. Tehát mindig ott van mellette. Meg egy oroszlánnal, meg hát nyilván a férjemmel. Na de térjünk vissza. A fekete nadrághoz vettem fel egyébként, és így nagyjából, hogy hát egy a fenekem aljáig leér egyébként. Az anyagát tekintve egy picikét vastagabbnak érzem, mint az előző felső, és meg vagyok győződve arról, hogy szerintem azt ilyen eco sectionből rendeltem. Mármint nagyon sok oldal csinálja azt mostanában, hogy van ilyen eco részleg, vagy nem tudom, tehát ami kicsit ilyen új, ami talán ilyen, ami valamilyen szinten ilyen újrahasznosított anyagból van, és szerintem gyanítom, hogy az amiatt vékonyabb. Ennek vastagabb az anyaga, és én imádom, de tényleg, tehát ahogy említettem, én nem szeretem a cuk-cuk ruhákat. Feltehetőleg ezt is valahogy így betűrve fogom hordani, de azért úgy, hogy azért a picike Joda tudjon érvényesülni, és hát imádom, de tényleg, tehát nem tudom, tehát az egész életem teljesedett be. Megláttam, és mondtam, hogy nekem ez kell. Egyébként az eredeti ára 4595 forint volt, és az igazság, hogy szerintem ez az egyetlen ruhadarab ebből a holból, amit megvettem volna eredeti áron is, függetlenül attól, hogy akciós vagy nem, vagy nem tudom, mert ez fekete alapon pici Joda kép rányomtatva a pólóra, nem lehet rossz, valljuk be őszinte, nem lehet rossz. Ő volt az utolsó felső, amit rendeltem, úgyhogy most jöhet a többi, mert hogy van itt egy izgalmas, ahogy láthatjátok, egy színes darab, ami annyira nem jellemző a Cintiára, hogy színes dolgokat rendeljen, de most rendelt. Nagyon-nagyon bátor voltam, egyébként a felső nem passzol hozzá, szóval a fölött most tekintsünk el, de nem volt kedvem másikat felvenni. Ezt a szettet egyébként már biztosan láthattátok Instagramon, mert nem bírtam, ki muszáj voltam felvenni, és nagyon-nagyon bátor voltam, mert a Szinszélyes hol videóban rendeltem egy MS melegítő nadrágot, és abból kiindulva én úgy voltam vele, hogy próbáljuk meg, rendeljünk abból a szoknyából is egy MS-et. Mi a fene? Jó rám! És nem csak az, hogy jó rám, de szerintem amúgy nem aránytalan, mármint hogy nem csinál nekem plusz kilókat, azt nem mondom, hogy vékonyít, mert kockás anyaga van, mert hogy kockás a mintája, de semmiképpen nem érzem azt, hogy nekem egyébként ez rossz alakot csinálna, és nagyon-nagyon tetszik egyébként egy ilyen, nem is tudom milyen anyaga van, semmiképpen nem mondanám pamutnak, mert nem pamut, de kicsit ilyen pulóver anyaga van, vagy nem tudom. Egyébként vettem fel hozzá egy fekete harisnyát, hogy ne a csupasz fehér lábamat nézzétek, és ehhez a szoknyához én megrendeltem a hozzá illő kabátkát is, ami viszont, hát ez brutál mód tetszik, tehát ez is egy oversize kabát, ennél is egyértelműen fel van tüntetve az oldalon, gombos elől, ez viszont rövid.
Viszont én semmiképpen nem venném fel ezt így önmagába kabátnak az utcára. Most is, amikor elmentünk képeket csinálni, mert ugye említettem, hogy Instán már láthattátok ezt a szettet, én felvettem föl egy téli kabátot, tehát hiába vastag az anyaga, és hiába érzem azt, hogy melegítene, én semmiképpen nem használnám ezt jelenleg odakintre kabátnak. Nagyon maximum ilyen május környékén, amikor tényleg csak így fel kell valamit kapnod, hogy mondjuk elszaladj valahova, de még nincs olyan meleg, hogy mondjuk csak egy hosszú jóba vagy bármibe szaladj ki az utcára. Nagyon-nagyon tetszik. Eszméletlen mód tetszik egyébként. Nagyon szokatlan az én stílusomhoz képest. Ami nagyon megnyugtat ebben a szedben az az, hogy van benne krémszín, fekete, szürke, ami viszont az én világomhoz közelebb áll. És a zöld az meg nem tudom, hogy honnét jött nekem, hogy ez tetszeni fog, de tetszik. És mondom is az árakat. A szoknya volt 6595, a kabát pedig 9995. Tehát ezek az eredeti árak, és ebből jött le még valamennyi kedvezmény, és én akciósan vettem. Úgyhogy igazából nem hiszem, hogy ezt szintén teljes áron megvettem volna. Nagyon maximum lehet a szoknyát, mert azt tényleg a képen is láttam, hogy nagyon jó minőségű lehet, vagy hát nekem az volt az első benyomásom. A kabátnál lehet azt mondtam volna, hogy ez egy picikét drága már ahhoz, hogy a lelkem nyugodtan aludjon utána, de akciósan szerintem megérte. És nagyon-nagyon tetszik, szóval ezt biztosan fogom hordani tavasszal. És az igazság, hogy már csak egy darab ruha maradt hátra, amivel nem fogom magamat meghazudtolni, úgyhogy nézzük is. Jodácska a háttérben ügyesen figyel. Szeretnék feltenni nektek egy tanárós kérdést, és nyugodtan állítsátok meg a videót, hogy meg tudjátok írni válaszban, hogy gondoltátok-e volna valaha, hogy Virágnyábrám Cintia rendel magának egy újabb ruhát? Mert hogy a férjem kérdése az volt, ismételten, amikor kivontottam itthon a csomagot, hogy már megint? Igen, már megint. Szóval, ez egy tök egyszerű, simple, basic, szürke ruha, amit én imádok. Ez egy zsákruha igazániból, magas nyakú, garbós, fantasztikus, a színe az fantasztikus. Ezt mindenképpen egyébként feldobnám egy övvel, tehát ezt fixen feldobnám egy övvel, mert szerintem ez kiállt magáért, sőt a modellen is úgy volt egyébként. Ami nagyon-nagyon megdöbbentő szintén, hogy ez egy M-es méret, számomra megdöbbentő, mert nem szorítja a karomat, nem folyt meg, mellben sem érzem azt, hogy levegő után kapkodnék, szóval semmiképpen sincsen ilyen 1856-os fűző élménye, vagy nem haj az a 18. századi vagy 19. századi fűzőkre. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik, de tényleg fantasztikusan kényelmes. Őszinte leszek veletek, hogyha egy picikét az az érzésem támad, hogy szeretnék valahogyan kinézni, és mondjuk tudom, hogy napközben azért elmegyünk valahova, akkor én szeretek itthon ilyenekben lenni, mert tényleg csak utána feldobom a kiegészítőket, nem kell fél órát a szekrény előtt állnom, hogy úristen, most mit vegyek fel, vagy valami. És mehetünk is, és így a férjemnek is megvalad jó néhány idegsejtje. Egyébként ez a ruha 4595 forintba került, és őszinte leszek veletek, szintén egy olyan ruhadarab, ahol lehetséges, hogy megkockáztattam volna azt, hogy kiadom érte a teljes árat, de így, hogy akciós volt, a lelkem teljes mértékben nyugodt. Tényleg egy simple, basic alapdarab, tehát ezt egész egyszerűen alapdarabnak tudnám mondani. Szerintem jól tud kinézni bakancsal, magas sarkúval, simán felvenném hozzá a gyöngyös bakancsomat, vagy felvenném hozzá a magas sarkúmat, amit a New Yorkerbe vettem még. Nem tudsz az ilyen darabokkal igazándiból mellé lőni, és szerintem, hogyha esetleg híznék vissza egy-két kilót, nem akarok, tényleg nem akarok, és azon vagyok, hogy ne is hízzak vissza, ez akkor is jó tud lenni, de ha tovább fogyok, akkor is jó tud lenni. Úgyhogy most tényleg próbáltam ilyen darabokra rámenni. Tanulság az az, hogy mindenképpen meg kell próbálnom az S-es méretű felsőket, és kabátoknál is, az oversize kabátoknál is meg kell néznem, hogy pontosan ott melyik méret az, amiben még esetleg nem veszek el. De egyébként a nadrágnál kellemeset csalódtam. Rájöttem, hogy szerintem jobb úgy befejezni a videót, hogy láttok is a fejemben valamit. Szóval összességében véve én meg vagyok elégedve. Így, hogy fogytam, mondjuk ki őszintén, így én is
könnyebben rendelek erről az oldalról. Ahogy említettem, amikor tényleg ducibb voltam, teltebb voltam, akkor a nagyobb méreteknél könnyen mellé lehetett lőni ennél az oldalnál. Mondjuk a színszélyes 42-es az ugyanúgy jó volt, vagy mondjuk a gate.shopról rendelt 42-es is jó volt, vagy a 40-es is, azok méretarányosak, de ennél az oldalnál éreztem némi csúsztatást, vagy hát hogy mondjam, éreztem azt, amikor rendeltem egyszer, hogy jónak jó, kényelmesnek kényelmes, de inkább hanyagoltam. Viszont így most már vissza tudok térni erre az oldalra is, aminek nagyon-nagyon örülök, mert összességében véve régen is szerettem, és most újra beleszerettem az oldalba. Nem mindig találok a stílusának megfelelő darabokat, viszont azért néha ki lehet fogni, ha más nem akciókon. Úgyhogy mindenképpen ajánlom nektek az oldalt, lenne az infoboxban megtaláltok a ruhákhoz a linket. Remélem, hogy tetszett ez a videó nektek, ha igen, akkor azt mindenképpen lezzétek felém egy lájkkal. Ha úgy vagy itt és még nem tetted meg, akkor pedig mindenképp iratkozz fel a csatornámra, mert az nekem nagyon-nagyon sokat jelentene, és hát remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Addig is legyen csodaszép napotok, vagy pedig hetetek. Sziasztok!